Szerintem a CD-nek a megjelenése az önmagán túlmutat, hiszen egy olyan szimbolikus jelentőségi dologról van szó, amely meggyőződésem szerint mérföldkő a város életében, kulturális életében. Van egy személyes kötődésem is, hiszen fellépőként a Dalárda vegyeskar tagjaként szerepelek magán a CD-n, és 28 évig voltam minden kultúrházi igazgató, és ezek a csoportok, akik fellépnek, az intézményemhez tartoztak. Tehát van egyfajta ilyen kötődés is. A másik, hogy egyfajta hangzó névjegykártya a CD-lemez, hiszen egyfajta referencia ajándékként lehet, promóciós dolgokért lehet használni, és nagyon fontosnak tartom egyfajta kulturális örökségvédelem keretében a település életében. Mérföldkő mai napig úgy tartom a monográfiák, a Karosi Krónika mellé felsorakozott ez a CD is. És még egy dolgot hozzá kell tenni, ami nagyon-nagyon fontos, hogy rendkívül széles összefogással valósult meg ez a kiadás. Sokan tartották fontosnak azt, hogy ez megjelenhessen, és így az örök létnek és az örök időknek fennmaradhasson. És ebben nagyon fontos és kiemelkedő érdemei vannak a Dalakarosi Kulturális Egyesület elnökének, Grófné Csatos Andreának. 15-ben, hogy a zenei csoportok számára kiadjon egy CD-t, éppen amiatt, mert több csoport is valami olyan megmérettetésre készült, vagy éppen évfordulója alkalmából koncertre, hogy mondhatjuk, hogy nagyon jól felkészültek voltak ezek a csoportok, és fontos volt számunkra, hogy megörökítsük ezt a...